szerintem az első lépés az az, hogy mindig azt a kérdést tegyük fel magunknak, hogy mit szeretnénk elérni, éppen milyen célunk van, és ahhoz a célhoz határozzuk meg az oda vezető utat, mert hogyha nem tervezünk, akkor szerintem ezek az álmok, vagy ezek a célok könnyen így el tudnak úszni, vagy azt mondjuk, hogy álmod jövőre, vagy majd máskor, és akkor érkeznek a kifogások. Amikor lemegyek a pályára, akkor nincsen pénz, nincsen nyomás, akkor én vagyok és a pálya, és élvezem, amit csinálok, futok, ugrok, dobok, és mivel maga a tevékenység is nekem élvezet, ezért sosem érzem azt, hogy ez most egy munka, ez most egy feladat, ez most egy kötelezettség, hanem nyilván egy olyan dolog, amit szeretek csinálni, és a munkám lehet az, amit legjobban szeretek, úgyhogy nekem ez ilyenkor elég, hogyha azt érzem, hogy sok, vagy tényleg érkezik a nyomás, akkor mindig felnézek az égre, és hálát adok azért, hogy azt csináltam, amit a legjobban szeretek.